Jókai Mór, a koldus réb. Egyszer a budai hegyek közé menve valami pákos siheder elém áll egy madárral, mégpedig verébbel, hogy vegyem meg. Olyan nagyon kérte, hogy vegyem meg, hiszen csak egy krajcár kell érte. Hogy lehetne egy verébért többet kérni egy krajcárnál? Nekem ugyan a világon akármire vásárolt volt szükségem, csak verébre nem. Hanem azt gondoltam, hogy ennek a fiúnak nagyon kell az a krajcár, ennek a verébnek pedig nagyon kellene a szabadság. Hát, csak megvettem a jámbort. De az csak nem repült sehova, a jámbor, hanem ült a tenyeremen nagy gubbasztva, felborzolt tollakkal, és csak a fejét emelgette felém. Közelebbről nézve észrevettem aztán, hogy a kis madárnak az egyik lába eltörött, hihetőleg a törben vergődése közben, és csak a bőrfoszlánynál fogva függ. Már ezen majd segítünk, mondám a jámbor szenvedőnek, s elővéve oltó késemet, szépen lemetszém vele az összezúzott csontot. Én bizony szívesen beoltottam volna szegénynek mindjárt a másik lábát is, de ám bár oltott lábú emberekről már hallottam, oltott lábú madarakat nem ismerek. S ehelyett zsebemben hordott viasszal és gyolcs szatyinggal, mint aféle kertészemben lekötözém az amputált lábat. Nem tudom, helyesen cselekedtem-e, mert sebész nem vagyok. Látod, verebecske, mondám, ez rád nézve nem hiba, hogy most már csak egy lábad van. Két lábbal is csak egyet szoktál lépni, ez tehát nálad nem tesz nagy különbséget. Most már repülj Isten hírével. Szót is fogadott, s láttam, hogy felszállt egy fára, s meg tudod bizaz állni egy lábon. Hetek is elmúltak azután, amidőn egy délben családommal, a szabadban reggelizve, egyszer csak egy fakó veréb oda reppen elénk, s a legotthonosabb barátsággal kezdi magát bemutatni. Előbb csak ott figyfilik el a parkban, köszörüli az orrát a földhöz, ami sajátságos tisztelgési forma lehet a veréb nemzetnél, azután mind közelebb jön, a fejét, farkát billegetve, mórikál, mint valami jó ismerős. Nézd, mondja a feleségem, ennek a madárnak csak egy lába van. Valóban, az én sánta madaram volt az. Honnan tudta meg, hogy én hol lakom? Hogy tudott utánam jönni? Micsoda ösztön vagy észjárás súgta meg neki, hogy ez az ember, aki engem nem evett meg, amikor fogja voltam, bizonyosan ennem is ad ezentúl. Elég az hozzá, hogy attól fogva minden reggel, délben és uzsonnakor megjelent az én koldus verebem az asztalnál. Odalippöget szép, alázatosan csiripelve, mintha mondaná, adjanak ennek a szegény koldusnak az Isten nevében valami kis morzsát. Egy kezem, egy lábam elvesztettem a lépvesszőn, odahaza is két neveletlen árvám éhezik, az apjukat levágta az őjv, a gonosz ellenség. Ne sajnáljanak egy falat kenyeret a szegény koldustól. Nyár vége felé szavainak bizonyságául el is hozta magával két felnőtt fiacskáját. A két nagyfejű, sárga szájú kamaszt odaállította a rozsnövény mellé. Maga pedig odajött őket bemutatni, és kérni számukra jövendőbeli pártolásunkat. Azután felszedegette a neki hányt kenyérdarabkákat, s visszament hozzájuk, felosztotta az alamizsnát közöttük anyailag, s csiripelt hozzájuk elősen. Látjátok, ti kamaszok, idestóban magatok szárnyára fogtok kelni. Hát azután csak ide jöjjetek ti is. Itt ti is kaptok morzsalékot, itt nincsen se macska, se lépvessző, sem verépfogóvas. De azután szépen viseljétek magatokat, gyalázatot ne hozzatok a fejemre. A fáról nem szabad leenni a gyümölcsöt, hanem kéztől kell várni. Köszönjetek szépen! Nem is bántottak a verebek az én kertemben semmi gyümölcsöt. Ennek egyik oka különben az is lehet, hogy még eddig egy szem gyümölcs sem termett.